Kezdődik az új Dekameron negyedik órája, melyben a fiatal hölgy elmondja, miképpen esett. Hogy míg a házasság autofikció volt, a válás keresztre feszítés lett. Mi a baj, drágám? Sápadnak tűz. A szemei tűzben égnek. Nem érzed jól magad. Jobb lesz, ha megkérem dr. Anderson, hogy amikor legközelebb jön, vizsgáljon meg. Túl régóta vagyok a földhöz ragadva. Túl régóta vagyok ebben a városban. Úgy döntöttem, hogy elválok tőled. Válás. Nem tudom ezt tovább folytatni veled. Ami volt, mindketten félünk ezt bevallani. De így van. Azt hittem, akarod ezt a házasságot. Azt hittem, orvosság és gyógymód számodra. És most mindent tönkreteszel egy olcsó kis kurva kedvéért. Szeretem őt. Nem szerettél te soha senkit, magadon kívül. Volt idő, amikor elég jó voltam neked. Most fiatalabbra vágysz. Nos, csak egyetlen választás maradt nekem. Senki sem gondolhatja azt, hogy te hagytál el engem. Az emberek meg fogják tudni, hogy mi az igazság. Senki sem állíthat meg. Először is el fogom mondani a gyerekeknek, hogy az apjuk a kis barátnőjét az otthonukban szórakoztatta. Majd felhív. Szóval elmész. Én viszont soha nem akartam annyira itt maradni, mint most. Álmodos csak, kedvesem. Hamarosan a rémálmaimban ébredsz majd. Sajnálni fogod, hogy ezt tetted. Nem leszek könyörületes veled.